Sziasztok, srácok! Tök jó az építkezés, minden nagyon jó helyett, de már körülbelül 3 hete nélkülöznünk kell a nappalit és a hálószobát, és mint tudjátok, kikényszerültünk a konyhába, úgyhogy a napok ott konyhába telnek. Szerintem most már ideje lenne, hogy véget vessünk ezeknek, mit szóltak. Nos, szerintem sokkal jobb ez így. Szóval, ja, akkor jöjjön az, aminek jönnie kell. Lássuk, mire jó ez a kütyű. Még mielőtt azonban belekezdenénk, nagyon fontos, hogy leszögezzük itt most már itt a legelején, hogy ezt a videót a Samsung semmiféleképpen nem támogatta, nem egy fizetett reklámról van szó, ezt én a saját kis spórolt pénzemből vásároltam angliai kirándulásom során. Jó, hogy ezt most már letisztáztuk úgy, hogy kezdjünk is bele. Ezzel a kamerával olyan képeket, illetve videókat készíthetsz, amiben körbe tudsz nézni. Tehát magyarul majdnem olyan egy picikét, mint a virtuális valóság, de még azért ott nem tart a technológia, bár már vannak erre is próbálkozások. Szóval 2016-ban készítette el a Samsung az első, ennek az elődjét, a Gear 360-at. Ez, amit itt látok a kezemben, ez a 2017-es verzió, amit lényegesen átterveztek, átdizájnoltak, és egy picikét le is butítottak az elődjéhez képest. Viszont a kialakításának és a dizájnjának köszönhetően sokkal, de sokkal jobbá tették, úgymond, ezt a kis kütyüt. Ennek a kamerának a különlegessége, hogy 2 darab kamerát szereltek rá. Van egy első és egy hátsó kamerája, ami egyszerre rögzíti a videót, illetve egyszerre csinálja a képeket, és ebből alakítja ki ugye a 360 fokos megjelenítést az applikáció segítségével, amire nem sokára ki is térek. Rengeteg hasznos dologgal szerelték fel ezt a kütyüt. Tudsz vele videót készíteni, fényképezni, timelapse videót készíteni, landscape HDR-re is képes, illetve videóloopot is tudsz vele készíteni. Ha szeretnéd, akkor ki is tudod kapcsolni a kamerákat, nem muszáj egyszerre használni a kettőt, hanem vagy az egyiket, vagy a másikat, egyértelműen, ekkor csak simán HD-ba, ha állítod a készüléket, akkor 60 frame per szekundummal fogod tudni készíteni ezeket a videókat, ami azért jó, mert tudsz vele nagyon jó lassított felvételeket készíteni. Az egyetlen dolog, ami számomra egy picit negatívum, illetve hátrány, az, hogy amíg az első verziójával ennek a kamerának, ami úgy nézett ki, mint egy óriási nagy szemgolyó, abban tudta cserélni az akkumulátort, sajnos ebben nem tudott cserélni az akkumulátort. Ha most, ha az akkumulátorról beszélünk, akkor merül fel a kérdés, hogy ugyan meddig bírja ez a kis szerkezet. De elmondom nektek, hogyha Full HD-ban használjátok, akkor több mint 130 perc az, amit tudsz vele egyfolytában felvenni, ami igazából ez a gyári adat, ettől egy picikét lehet, hogy eltér, és hát attól függ, hogy újonnan vásároltad a készüléket, vagy használtan, mennyire nyaggatták, vagy nyüstölték szét az akkumulátort. Memóriáját tekintve itt láthatjátok ezt a kis pöcköt, ha mindjárt zoomol. Itt van egy kis ajtócska, amit hogyha itt ki lehet nyitni, olyan, mint a telefonban a SIM kártya, csak itt nem SIM kártyát raksz bele, hanem memória kártyát, SD kártyát, egészen 256 GB-os kártyát, addig lehet bővíteni ennek a memóriáját. Most ahhoz, hogy tud használni ezeket a felvételeket, amiket ezzel a kamerával készítesz, a videókat, illetve a fotókat, ahhoz szükséges az applikáció, amit le tudsz tölteni akár a Play áruházból, illetve az Apple Store-ból.
Most azért fontos ez az applikáció, mert ugyebár amikor 360 fokos képet készítesz, illetve videót készítesz, akkor ahhoz kell egy speciális szoftver, ami ugyebár összefűzi azokat a képeket, illetve a videót, amiket ezzel a kütyüvel készítesz. És hát úgy tudod megosztani tovább a Facebookra, illetve a YouTube-ra is fel tudod tölteni. De ahhoz, hogy úgy tökéletesen nézzenek ki, meg körbe tudjanak nézni, ahhoz szükség van erre az applikációra. És hát egyébként ez az applikáció abszolút nem bonyolult. Először is azt kell tenned, hogy össze kell párosítani a telefonoddal. Szóval a készüléken van egy menü, illetve egy Bluetooth ikon gombocska is. Ezt, hogyha hosszan nyomva tartod, akkor bekapcsol a Bluetooth, és utána a telefonodon be kell menjél a Wi-Fi beállításokban, és ott fog megjelenni a Gear 360 nevezetű, hát hálózatnak ismeri fel a telefon, de a lényeg az, hogy arra rá kell pöttyinteni, és úgy tudod összekapcsolni a telefonoddal. És ebben az applikációban fogod tudni látni az élő képernyőt, illetve a fotókat, amiket készítesz, és ebből fogod tudni kimenteni a képeket, illetve a videókat a telefonodra. Az applikáció természetesen teljesen ingyenes, nem kell érte fizetni semmit. Most nézzük meg akkor, hogy milyen is a kép minősége ide bent a szobában. Rövidesen átkapcsolok, figyelj, 3, 2, 1. Nos hát, a kép az így néz ki. Az a jó a kamerában, hogy igazából nem sokat kell vele bíbelődni, mivel hogy a néző akár a telefonjának a mozgatásával, vagy az egérnek a húzogatásával körbe tud nézni. Ezért elég, ha csak egy fix helyre ledobod a kamerát, és hagyod az egészet felvenni. Láthatátok, hogy idebent jól megvilágított viszonyok között annyira nem rossz a képe, viszont odakint most már elkezdett beszürkülni, úgyhogy kimegyek és kiviszem, megnézzük, hogy mit tud alacsony megvilágításnál. Hát a nap már nincs fent az égen, én most itt bandukulok az út közepén, az utcán, egy kis vibrátornak látszó tárgyal a kezemben, remélem, hogy nem fognak bolondnak hinni, illetve nem fogják rám hívni a rendőrséget sem. Na mindegy is, láthatjátok, hogy ennek a képe, ez körülbelül így néz ki. Nos hát, ennyi lett volna ez a kis rövidke kis bemutató, illetve nem is tudom, ízelítő, vagy bárminek is fogalmazzuk. Nem tudom, hogyha valamit kihagytam, vagy valamire kíváncsi vagytok, akkor kommenteljetek be nyugodtan a kérdéseiteket, és egy következő vlog alkalmával meg fogom őket válaszolni. Oké, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk hamarosan. Sziasztok! Mi a jó Isten lett? Ha valakinek sikerül megfejteni, hogy mi lehet ez az idegen tárgy itt, akkor feltétlenül írja meg nekem kommentbe.